Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Szekszárd város napja, kitüntetéseket adtak át az ünnepi közgyűlésen. Drogfogás, majd 4 kg kábítószert találtak a rendőrök egy férfinél. Útépítés, a turisták és a gazdák is megnyugodhatnak Bátaszéken. Anyatejes nap Bonyhádon, egyre népszerűbb a szoptatás a védőnők szerint. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A város első képviselő testülete 1905-ben alakult meg, aminek tiszteletére augusztus 29-e Szekszárd város napja. 2016 óta az e napon megtartott közgyűlésen adják át a helyi kitüntetéseket és elismerő címeket, idén is megtelt a Városháza díszterme. Idén is megtelt a szekszárdi Városháza díszterme, ahol ünnepi közgyűlést tartottak a városnapja alkalmából. Idén a város díszpolgári címet adományozott Bíró László tábori püspöknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferensének. A város Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet adományozott Kovács Jánosnak, Venez Díjas mesterszakácsnak és Dicenti Dezsőnek posztumusz, amit a híres szőlész agrogeológus nevével fémjelzett Kert barátkör elnöke Ferenc Vilmos vett át. Ács Rezső Szekszárd polgármestere köszöntötte az idei díjazottakat. A városvezető kiemelte, milyen fontos elismerni a városért és az itt élőkért sokat fáradozó szakemberek munkáját, és milyen fontos megtalálni létezésünk értelmét. Meg kell keresnünk, és meg kell találnunk egyéni és közösségi létezésünknek azt a talán egyetlen kitörési pontját, azt az akár életre szóló kihívást, ahol ránk, és csak mi ránk vár a küldetés, amelyet beteljesítve sikeres lehet életünk, sikeres a minket körülvevő közösség, és sikeres lehet legszeretettebb városunk, Szekszárd. Évtizedeken keresztül saját hitük szerint végezték a munkájukat, miközben az a cél lebegett a szemük előtt, hogy a munkájukkal a közjavát szolgálják, mondta ünnepi köszöntőjében Kovács János a díjazottak nevében. Jó érzéssel tölt el mindannyiunkat a város fejlődése. Örülünk, hogy élhető városban élhetünk és tevékenykedhetünk. A kitüntetések megerősítik bennünk, hogy Szekszárd városában végzett munkát a köz megbecsüli. Az élet különböző területein, így a közigazgatásban vagy éppen az egészségügyben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek munkáját is díjazták ezen a napon. Így például elismerték Harangi Ferenc, Faludi Péter vagy éppen Bali Ildikó munkásságát. A Szekszárd javáért díjat pedig idén ismét egy svájci autóipari vállalat, az Advaltech képviselője vehetett át. Közel 4 kg drogot találtak a rendőrök, két férfi igazoltatásakor Kakastól nem messze. Egyikőjükről hamar kiderült, hogy nem csak tartott és fogyasztott többféle kábítószert, de árulta is azokat. Mivel a diller korábban már állt bíróság elé kábítószer miatt, ezért most letartóztatták. Itt a 6-os út 152-es kilométer szelvényénél Kakastól nem messze fogták el a két férfit a rendőrök. A ruhájuk átkutatása során összesen közel 4 kiló kábítószert találtak náluk. Többféle drog is volt a zsebeikben, és a házkutatáskor még újabb fajták, köztük kokain nyomaira is bukkantak a nyomozók. A két férfi közül csak egyikőjüket gyanúsították meg kereskedelemmel. Ő itt Bonyhádon bérelt lakást, korábban már indult ellen a rendőrségi nyomozás kábítószer miatt. A bíró most ezt is figyelembe vette, amikor úgy döntött, elrendeli a letartóztatását. 30 napra rendelte el a gyanúsított előzetes letartóztatását, kábítószerkereskedelem büntette megalapozott gyanúja miatt. A bíróság nyomozási bírája azért rendelte el a letartóztatást, mivel megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított elkövette a terhére rótt súlyos bűncselekményt. Továbbá az eljárásban még nem tisztázott, hogy egyedül követte el a bűncselekményt, vagy vannak-e ismeretlen társai. Az ügyészség szerint tehát azt sem lehet kizárni, hogy a 25 éves férfi bűnszövetkezetben, vagy a még ennél is súlyosabban büntetendő bűnszövetségben egy hálózat tagjaként árult a különféle drogokból. Az viszont biztos, hogy legalább szeptember közepéig letartóztatásban marad.
Kismértékben, de csökkent az álláskeresők száma júliusban, nőtt azonban a pályakezdők aránya, a munkanélküliek 9%-a ebből a csoportból került ki. Az álláskeresők 28%-a már legalább egy éve nem talál munkát. Júliusban 122 ezer állás lehetőség állt rendelkezésre, ebből 83 ezer maradt betöltetlen a hónap végére. Az álláskeresők 45%-a semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott. Szeptember végére elkészül a bátaszéki Molyhostölgyhöz vezető út felújítása. A tavalyi esőzés után jelentős károk keletkeztek az úton. A város úgy döntött, még a szület előtt felújítják. Megfeszített munka folyik bátaszék határában a Molyhostölgyhöz vezető úton. Ez közel 30 gazda közlekedését és az Európa hírű turista látványossághoz való feljutást szolgáló út, mely egy esőzés következtében rongálódott meg. Tátongó lyukak, széttöredezett patka. Ez lett az eredménye a tavaly júliusi viharnak, amikor 40 mm eső zúdult le a hegyről. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Viszmajor keletre. Mintegy 9,6 millió forint támogatásban részesült a város az útnak a helyreállítása érdekében. Döntöttünk is arról, hogy ezt amilyen gyorsan csak lehet el kell végezni, és ez a 9,6 millió forinthoz egy 4 millió forint önkormányzati önerőt is biztosítottunk. Fontos az út két szempontból is ennek a helyreállítása, egyrészt ugye hát a Molyhostölgy megközelítését szolgálja, másrészt egy nagyon fontos mezőgazdasági betakarítási útvonalon van, és hát igyekszünk, és a kivitelező is erre tett ígéretet, hogy a munka megkezdése előtt lehetőség szerint a munkálatok be is fognak fejeződni. Könyves Krisztián, a kivitelező vezetője azt mondta, ha most nem csinálták volna meg az utat, várhatóan az őszi esőzések elámosták volna a szerkezetet. Előfordulhatott volna, igen, egy komolyabb alámosást követően lokálisan beszakadások keletkezése. Az építkezéssel párhuzamosan az út alsó szakaszánál a vízelvezetőket is kitakarították, így szeptember végétől, ha elkészül a javítás, már nem fenyegeti veszély a Molyhostölgyhöz vezető út minőségét. Tudatosabban próbálják intézni pénzügyeiket a magyar fiatalok. Az Y és Z generáció tagjai nyitottak rá, hogy új gazdasági ismereteket tanuljanak. A 18-24 év közöttiek 61, a 25-34 év közöttiek 71%-a igyekszik minden hónapban félretenni, ám többségük nem fekteti be a megtakarítását, hanem készpénzben vagy bankban tartja. A 25 év alattiak elégedetlenebbek saját anyagi helyzetükkel, mint az idősebbek, 46%-uk úgy érzi, nincs elég pénze a kellő életszínvonalhoz. A kormány kitart korábbi döntése mellett 2020-tól kötelező feltétel lesz a nyelvvizsga a felsőoktatásba való belépéshez. Erről Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszélt. Az idén felvettek 31%-ának nem volt nyelvvizsgája, vidéken ennél is sokkal rosszabb az arány az oktatási hivatal adatai szerint. A pedagógus képzés helyzete a legaggasztóbb, ahol a felvettek közel felének 47%-ának nem volt nyelvvizsgája. A Dél-Dunántúli régióban az egyik legerőteljesebb a népességfogyás, mintegy 13%, az országos átlag majd kétszerese. Az előzetes adatok szerint 2019 első fél évében a születések száma 3%-kal kevesebb, a halálozásoké 1%-kal több volt, mint 2018 azonos időszakában. Idén minden eddiginél több édesanyja érkezett a Bonyhádon megrendezett anyateljes napra. A védőnők tapasztalata szerint az elmúlt években újra népszerűvé vált a szoptatás, amit a mostani rendezvény sikere is jól példázott. Az anyateljes világnap célja felhívni a figyelmet az anyateljes táplálás fontosságára. Édesanyák és gyermekeik foglalták el a Bonyhádi Városháza dísztermét, a program, amelyen a szoptatást ünnepelték, immár hagyomány a Bölcsék fővárosában. Ilyenkor köszöntik azokat az édesanyákat, akik sokáig tudták szoptatni egy vagy több gyermeküket. Pálfi Zsoltné mind a négy gyermekét igyekezett anyatejjel táplálni. A most egy éves kislányát még mindig szoptatja. Az első kettőnél ugye a szigorú 3 óránkénti szoptatás volt nálunk, és tehát ez szerintem a tejellapadásához vezetett. A másik kettőt ugye igény szerint szoptattam, és így fenntartható a tejtermelés. A városban nem nagyon kell népszerűsíteni az anyateljes táplálást, mivel a védőnők tapasztalata szerint az anyukák többsége szoptatja gyermekét.
Tisztában vannak ugyanis az anyatej egészségre, fizikai és lelki fejlődésre kifejtett hatásával. Nálunk nagyon jó a tendencia. Országosan is olyan 34% az anyatejes arány. Mi ezt körülbelül mindig hozzuk itt Bonyhádon. Úgy látjuk, hogy megint úgymond divat a szoptatás, tehát volt egy olyan időszak, amikor kevésbé. Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere is megjelent a rendezvényen, és miként fogalmazott, talán még ennyien soha nem voltak az anyatejes napon, mint a mostani. Nagyon szép hagyománya a védőnői szolgálatnak, hogy évről évre megrendezik egy picit ünnepélyesebb keretek között az anyatejes világnapját, itt Bonyhádon is. Évek óta itt a városházán adunk ennek helyt. Bár úgy látom, hogy már ezt is kilőttük, valamikor a könyvtárba kezdtük ezt a programot. Az Egészségügyi Világszervezet először 1992-ben nyilvánította augusztus 1-ét az anyatejes táplálás világnapjává, mellyel egy időben kezdetét veszi az anyatejes táplálás világhete is. A világnap célja felhívni a figyelmet az anyatejes táplálás fontosságára, valamint arra, hogy az anyatejes táplálás több, mint a gyermek etetése. A világnaphoz Magyarország 1993-ban csatlakozott, ennek apropóján pedig országszerte változatos programokkal és előadásokkal várják a szakemberek a kisgyermekes családokat szerte augusztusban. Nem született meglepetés a Magyar Kupa megyei selejtező sorozatának utolsó mérkőzésén, a Tevel saját otthonában sem tudta megnehezíteni a sokkal esélyesebb Bonyhád dolgát, így 5-2-vel a megye bajnok lesz ott a Paks, a Szekszárd és a Tamási mellett a labdarúgó Magyar Kupa országos főtábláján Tolna megyéből. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, egy gól esett mindössze ebben a játékrészben. A 27. percben Pap Roland takarásból leadott váratlan lövése beakadt a teveli kapuba 1-0. Szünet után a nagy melegben már kijött a két csapat közötti tudáskülönbség. A tevelieken szinte átfutott a középpályán a bajnoki címvédő, sorra dolgozta ki helyzeteit Köllő Roland csapata, és beindult a gólgyártás. Csigi remek átíveléséből Pap Roland szerzett újabb gólt 2-0, majd szöglet után az új igazolás Csigi Ádám fejjel már 3-0-ra növelte a vendégcsapat előnyét. Jött az újabb bonyhádi gól, de 4-0 után sem adta fel a lelkes hazai alakulat. Egy előreigbelés után Tóth Dénes, kihasználva a kapus és a védők elmélázását, szempüles gólt fejelt a 85. percben. 4-1. A hátralévő 4 percben mindkét csapat még egyszer-egyszer betalált, így alakult ki az 5-2-es végeredmény. Eldőlt, a Paksi ese a Szekszárdi UFC és a Tamási mellett a Bonyhád jutott fel Tolna megyéből a Magyar Kupa országos főtáblájára. Regionális híreinkkel folytatjuk. Csarnokavatás a PVSK-nál, átadták a kosarasok munkacsarnokát Pécsen. Lelki feltöltődés, sztársportolókkal nyaralhatnak a leukémiás gyerekek a Balatonnál. Befogják a kóbormacskákat, Pécsen is vannak fertőzött egyedek. Nincs egy hete, hogy lerakták az Egyesület centenáriumi létesítményfejlesztésének alapkövét, és véget ért a PVSK centenáriumi közgyűlése. Már is újabb ünnepi rendezvényt tartott az Egyesület, szerdán adták át a 2000 négyzetméteres multifunkcionális kosárlabda munkacsarnokot a sportolóknak. Az alapításának 100 éves jubileumát ünneplő PVSK születésnapján augusztus 23-án tették le az Egyesület centenáriumi létesítményfejlesztésének alapkövét, és ekkor tartották a centenáriumi ünnepi küldöttgyűlést is. Az erre meghívott csaknem 500 vendég láthatta először a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia multifunkcionális munkacsarnokát, amit most szerdán adtak át hivatalosan. Ezekben a centenáriumi napokban a múltat, a jelent és a jövőt ünnepeljük. Azt a múltbeli küzdelmet, azokat a sikereket, időnként kudarcokat, amikkel az elődeink a sportot meghonosították Pécsett, amivel Pécsett sportvárossá tették az elmúlt évszázadokba. Azt a jelent ünnepeljük, amivel mi ezt az örökséget átvettük, és a mai nap az pedig egy szimbolikus alkalma is annak, hogy ezt a stafétabotot továbbadjuk a jövő generációknak. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár jelenlétében avatták fel a csarnokot, ami a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége sportfejlesztési pályázata alapján társasági adótámogatásból, valamint önkormányzati és kormánytámogatásból épült meg. A cél természetesen az, hogy a lehető legjobb kosárlabdázókat neveljék itt fel, ugyanakkor a létesítmény küldetése sokkal többettől. A kiváló technika,
A mozgáskoordináció, a taktika elsajátítása fontos, ám talán még ennél is fontosabb és nagyobb hangsúlyt kap, hogy az itt sportoló részesei egy közösség formálásának, amely során ők maguk is formálódnak kiváló emberekké. A 2000 négyzetméteres munkacsarnokban egy szabvány akár nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is alkalmas kosárlabdapálya és egy csaknem 200 fő befogadására alkalmas lelátó található, de öltözők, szertár, irodák, mosdók, tárgyalók, valamint közösségi tér és egy épülő büfé is helyet kapott a létesítményben. Örömmel mondhatom a munkálatok végén, hogy megtörtént a műszaki átadás, megkaptuk a használatba vételi engedélyt. Jelen pillanatban a próbaüzem folyik, ugye egy 3 hónapos próbaüzem, és hamarosan az edzéseket is megkezdhetjük. A munkacsarnokot Garadnai Balázs plébános áldotta meg, és Szabó Tünde államtitkár adta át jelképesen Iványi Dalmának, a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatójának. A sportolók az ünnepség után birtokba is vették a létesítményt. Kiszakadni a mindennapokból, feltöltődni és közös élményeket átélni, mindebben részük lehet azoknak, akik a Ments Életet Alapítvány jóvoltából a Balatonnál pihenhetnek. A leukémiás megbetegedésben szenvedő vagy gyógyult gyermekeket nevelő családok számára hatalmas lelki segítséget jelent a pihenés. A programot idén is több világklasszis sportoló támogatja. Sportosan indult a hét a leukémiás gyermekek és szüleik, testvéreik számára. A családok világklasszis úszókkal autózhattak a Ments Életet Alapítvány programjának keretében Siófokon. A szervezők azt szeretnék, ha a résztvevők egy hétre kiszakadhatnának a mindennapok küzdelmeiből. Nem bírtam fölkelni az ágyból, meg amikor be kellett ülni a gyógyszereket, akkor sokszor hánytam is. Így emlékszik vissza Lacika arra az időszakra, amikor élethalál harcot vívott a gyilkos korral, a leukémiával. 2,5 éve egy rosszul lét miatt egy vérvizsgálatnál derült ki, hogy az akkor 5 éves kisfiú súlyos beteg. Sürgősségi mentővel rohantunk le Szegedre a gyermekklinikára, ahol alátámasztották, hogy ez valóban leukémia, és olyannyira benne voltunk már a tüneteknél, hogy kétszeresedezett neki a mája, tele voltak pöttyökkel, orrvérzés, fáradékonyság. Azt mondták, a 2-3 héttel később megyünk, akkor nem tudnak rajta segíteni. Lacika, aki 2 éven át kapott kemoterápiás kezelést, ma már vidáman játszik testvéreivel. A Ments Életet Alapítvány 5. alkalommal szervez egy hetes tábort a kisfiúhoz hasonló betegségekkel küzdő gyerekek és családtagjaik számára. A programokhoz minden évben neves sportolók is csatlakoznak. Gyurta Dániel már nem először vesz részt a Ments Életet Alapítvány programjain. Mint mondja, a legfontosabb, hogy az érintettek minden segítséget megkapjanak, ami a felépüléshez kell. Nekünk pedig még jobban figyelnünk kell arra, hogy minden lehetőségük meglegyen ezeknek a gyerekeknek arra, hogy a lehető legjobb és a lehető legtöbb esélyük legyen arra, hogy igenis ezt a fajta küzdelmet ezt végig tudják csinálni és le tudják végül győzni a betegséget. A következő napokban 27 család élvezheti a pihenést a Balatonnál. A résztvevőkre hajókirándulás, autóversenyzés és sok más színes program vár. Súlyos bírságra számíthatnak azok a földtulajdonosok, akik nem gondoskodnak időben területük parlagfűmentesítéséről. A gazdálkodóknak meg kell akadályozniuk a gyomnövény virágbimbós állapotának kialakulását, bár Somogy megye nem tartozik a legfertőzöttebbek közé, az allergiás tünetek itt is több ezer embert érintenek. Tudatformáló és környezetnevelő kampány is indult az idén a parlagfű megfékezésére, számos civil szervezet bevonásával, annak érdekében, hogy minél jobban visszaszorítható, illetve megfékezhető legyen a gyomnövény terjedése. Ennek ellenére augusztus közepére jó néhány megyében jelentős a fertőzöttség mértéke. Összehangolt védekezésre van szükség, és ezen a területen fontos, hogy mindenki, aki földtulajdonosként vagy földhasználóként érintett egy területen a szükséges intézkedéseket. Az allergiától szenvedők a fertőzött területeken nem sokat tehetnek. Az egyik megoldás az lenne, ha el tudnák kerülni ezeket a területeket, de ez nem igazán életszerű. A másik, hogy létezik egy immunterápia, ami azt jelenti, hogy az allergént, az allergiát okozó anyagot ültetják injekció formájába egyre növekvő koncentrációba a beteg érpályájába. Ennek a teljes kezelésnek a hossza 3-5 év.
és ezek után akár egy 12 éves tünetmentes időszak is elérhető. Aztán léteznek még a különböző gyógyszerek, antihisztaminok vagy szteroidok formájában. Ezek azonban nem minden esetben és nem mindenkinél bizonyulnak hatékonynak. Jelenleg a magyar lakosság fele, ha nem is allergiás, de érzékeny a parlagfűre. Így nem csoda, hogy azokkal szemben, akik nem védekeznek megfelelően és időben, zéró tolerancia van. Nyilvánvalóan nem a szankcionálás a cél. A szankcionálás az egy utolsó eszköz, hogyha nem tették meg a szükséges intézkedéseket, védekezéseket a földtulajdonosok, illetve a földhasználók. Ennek az összege tághatárok között változhat, néhány ezer forinttól akár 5 millió forintig. Nyilvánvalóan a fertőzöttség mértéke és a terület nagysága az, ami meghatározza a bírságnak az összegét. A parlagfű virágzása csak néhány napja kezdődött, és egészen október közepéig, végéig is eltarthat majd. Kóbormacskákat fognak be a Pécs környéki állatmentő alapítvány munkatársai. A cél nem más, mint az ivartalanítás, ugyanis jó néhány példány az úgynevezett FIV vírussal fertőzött, amit macskaécként is neveznek. És bár ez a betegség csak a macskák között terjed, könnyen előfordulhat, hogy a kóbor állatok a házi kedvenceket is megfertőzik. Étellel csalogatják, hogy befogják és vizsgálatra vigyék a macskákat a Pécs környéki állatmentő alapítvány munkatársai. Nagyon sok cica ugyanis AIDS-ben szenved, ezért is kell őket ivartalanítani, mondta stábunknak Tari Zsuzsanna. Az alapítvány elnöke hozzátette, a legtöbb esetben egy véletlenszerű vérteszt után derül ki a fertőzöttség. Illetve hogyha a gazdi megtudja, hogy létezik ez a fertőzés, és külön kér erre egy vizsgálatot, akkor sokszor csak akkor derül ki, hogy ez a cica FIV vírussal fertőzött. Végső stádiumban már többször előfordulnak tünetek, szájfekély, levetség, láz, hasmenés, ilyesmi tünetei lehetnek. De vannak olyan cicák is, akik tünetmentesen élik le életüket, azonban a vírust továbbadhatják. És bár ez a betegség csak a macskák között terjed, könnyen előfordulhat, hogy a kóborállatok a házi kedvenceket is megfertőzik. Éppen ezért kezdte el a befogást az alapítvány, melynek alapja a megelőzés. Hiszen minél kevesebb cica születik az utcára, annál kevesebbet kell a későbbiekben megmentenünk. De mi 4 éve kezdtük el ezt. Azóta minden évben folyamatosan közel 200 cicát szerintem ivartalanítunk. Többségében a nőstényekre koncentrálunk, hiszen ők az, akik ugye a következő egyedeket az utcára szülik, de a kandúrokat is szoktuk ivartalanítani. Pécsen és környékén 20 macska kolóniáról tud az alapítvány, ezek közül 2-3 csoportban is találtak már FIV vírussal fertőzött egyedeket. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Szekszárd város napja, kitüntetéseket adtak át az ünnepi közgyűlésen. Drogfogás, majd 4 kilogramm kábítószer találtak a rendőrök egy férfinél. Útépítés, a turisták és a gazdák is megnyugodhatnak Bátaszéken. Anyatejes nap Bonyhádon, egyre népszerűbb a szoptatás a védőnők szerint. Pénteken is folytatódik az évszakos átlagnál melegebb időjárás, eső, zápor nem valószínű a térségben. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!